visszatérve akkor a lényegre, tehát a következő előadó, az pedig dr. Bejegszászi Márta lesz, nagyon kedves doktornénink, akit azért szeretünk és azért tisztelünk, mert azon kevesen, sajnos azon kevesen, kevés orvos egyike, aki nem csak a gyógyszereket akarja felírni, nem csak hallgatni akarja a betegek gyógyítását, nem csak azt akarja, hogy minél többször visszajöjjön hozzá a beteg, hanem ő úgy döntött, hogy gyógyítani is akar, és ha van egy új dolog a világon, van egy új felfedezés a világon, akkor igenis mellé áll, és minden tudásával, kutatásával együtt azon van, hogy tényleg segítsen az embereknek. Jó? Bejegszászi Márta gyermekorvos, gyakorló gyermekorvos, tehát nem csak elméletben foglalkozik a orvostudománnyal, és hát azt kell mondjam, hogy egyre több helyre kéri előadásra, meg külföldön is, nem csak hazánkban, külföldön is, és nagyon örülök, hogy elfogadta a mai meghívásunkat. Köszönöm szépen, és akkor bemutatom Bejegszászi Mártát. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm Gábornak a meghívást. Örömmel jöttem, mert szeretném ezt a tudást minél inkább továbbadni. Szóval én ma az endokannabinoid rendszer szerepéről és a cannabis sativa növénynek a jótékony hatásairól fogok beszélni. Ahogy Gábor is említette, gyermekgyógyász vagyok, a Budai Gyermekkórházban dolgozom főállásban. Homeopátiás orvos is vagyok, rengeteg képzést végeztem a betegségek és a lélek kapcsolatáról, hiszen tudjuk, hogy a lélek nyelve nagyon sokszor a betegség. Az a szerencsés ember vagyok, aki dolgoztam Párizsban és komoly klinikai kutatásokat vezettem, úgyhogy a tudományos és tudományos vizsgálatokkal is szerencsére jártas vagyok, és a kutatási eredményeket is így át tudom nézni, hogy mennyire találom azokat helyesnek, vagy egy kicsit látom bennük a huncutságokat is, szóval szerencsére elég sokrétű a tapasztalatom. Akkor lássunk is neki. Szóval sok ezer éve tudja az emberiség, hogy a kendernek, a cannabisnak milyen jótékony hatásai vannak. Ez időszámításunk kezdete előtték balra fent 4300 évvel egy asszír orvosi kőtábla, amin a gonesz szellem kiűzésére használták a cannabiszt, azaz a leírások alapján epilepsziás rohamnak az oldására. Vagy itt látható középen Egyiptomban egy istenségnek a feje fölött is a cannabisz növény látható. Az ősi Egyiptomban fájdalomcsillapításra, gyulladáscsökkentésre, nőknél például a szülési fájdalmak oldására, utána a gyermekágyi láz csökkentésére, vagy pszichés problémák oldására is előszeretettel használták a cannabiszt. Ramszesz fáraó sírjában is találtak például cannabisz növény maradványokat. Aztán Jézus és követői az úgynevezett szent olajban is használták a cannabisz növény, ugye ezzel próbálták a csodás gyógyításaikat megvalósítani. Aztán az ősi Kínában alkohollal keverték, és így használták műtétek során például fájdalomcsillapításra vagy altatásra. Ez is már ezer évvel az időszámításunk kezdete előtt történt. Itt van egy pici betűvel írva, hogy Magyarországon 9000 éve termesztik a kender. Aztán ott látható Viktória királynő, aki a saját orvosa tanácsára a migrénes rohamát és a menstruációs görcseit is a cannabisszal csillapította. Úgyhogy sok ezer éves ez a tudás. A kendernek, vagyis cannabisz szativának, ipari kendernek a felhasználása legalább 50 ezer különböző módon történik. Itt látható, hogy az állat takarmányok készítésére, ugye tudjuk, hogy textíliák, kenderkötél, kendervászon, vitorlásvászon készítésére, és egyéb rengeteg területen használja az emberiség a kender, és ennek most a felhasználása egyre inkább újra előtérbe kerül, erre mutató képeket. A kender betonnak nagyon jó tulajdonságai vannak, és ezért egyre népszerűbb
lesz az ezzel kapcsolatos, vagy ezt használó építkezés. Ott az első amerikai ház látható, és Magyarországon is számos ház épül most már tenderbeton segítségével, azok legfelül középen. Szeged mellett az első kenderbeton épület. Ha megnézik a Google-be, beírják, számos cég foglalkozik most már kenderbetonnal építkezéssel. Aztán ilyen különleges tulajdonsága van a növénynek, hogy fel tudja szívni a talajból a mérgező anyagokat, nehézfémeket, radioaktív anyagokat, és azokat át tudja alakítani, megsemmisíteni. Ez a fitoremediációs tulajdonsága, és ez például Csernobilban az 1990-es években használták fel, hogy a területet újra megtisztítsák. Fukushimában azért nem lehetett használni, mert ott a kender termesztés nyitva volt. Aztán ugye a divatvilág is egyre inkább kezdi újra felhasználni a kendert a ruházatba. Aztán tudjuk, hogy az autóiparban is egyre népszerűbb a kendernek a felhasználása. 1940-es években már Henry Ford is készített olyan autót a saját ültetvényének a kendernét használva, aminek a karosszériájában kenderostok voltak, sőt még az üzemanyag is kenderolajból készült. De ha megnézzük, a legtöbb autómárkának a karosszériájában már kenderszálak találhatók, mert a szakító szilárdsága többszöröse az acélnak, és ugye jóval könnyebb, úgyhogy az autóknak a fogyasztása is csökken, hogy a nagy márkák mind használnak már kendernövényt. Vagy például ilyen dizájnos bútorokat lehet belőle készíteni, vagy ugye tudjuk, hogy a környezetünk megkímélése szempontjából egyre fontosabb, hogy könnyen lebomló műanyagokat termesz, vagy készítsenek, és ezáltal például ilyen kender műanyagokat is lehet készíteni, amik persze ugye gyorsan lebomlanak a természetben. Vagy ezek a ezek a sporteszközök is például kender felhasználásával készültek, vagy például ezekben a motorokban, a kis járművekben, biciklikben is kender van. Azt tudni kell, hogy a Magyarországon is és világszerte az 1930-as évekig a gyógyszereknek a 80%-a kannabisz alapú volt. A legnagyobb, ma is működő gyógyszercégek is kannabiszt használtak a gyógyszereikbe, és rengeteg klinikai tanulmány is igazolta ennek a jótékony hatását. A Magyar Gyógyszerkönyvnek is része volt ez 1940-es évekig. És sajnos mi történt az 1930-as években? Az USA-ban a mexikói bevándorlók egyre inkább ugye, használni kezdték a kannabiszt fűként, ugye ezt hát, kicsit pejoratív néven marihuánának hívták, és ugye ennek a rekreációs, ugye örömet okozó, betépést okozó hatását egyre inkább élvezték az emberek, és ezáltal ezt akarták megszüntetni, illetve a műanyaggyártásnak az előtérbe kerülésével a kendertermesztést próbálták visszaszorítani. 1937-ben az USA-ban a kendert megadóztatták, és a világon egyre inkább visszaszorult a kender termesztése, és az 1960-as években a kannabisz növény az első számú drogok közé kezdték besorolni egy kábítószer egyezményben. Hát ezért ezek okok miatt szorult vissza a használata. Most beszéljünk arról, hogy mit szabad használnunk és mit nem, mi a különbség a különböző kendernövények között. Tehát itt látható a cannabis sativa növény, ami a hasznos kender vagy ipari kender névnek a latin változata, ami nagyon gyorsan pár hónap alatt 3-5 méter magasra nő, és ez nagyon sok CBD-t tartalmaz, és kevés THC-t, majd mindjárt ezeket részletesebben elmondom. A jobb oldalon a cannabis indica látható, vagy ipari, vagy indiai kender, ezt hívják más néven marihuánának is, ami ilyen 1 méter magasságúra nő, sokkal sűrűbb is, és ebben nagyon sok a THC és kevés a CBD, és ugye ez a THC nevű molekula, majd mindjárt beszélünk róla, ez felelős ezért a betépést okozó pszichoaktív hatásért. Mi most a cannabis sativa növényről fogunk elsősorban beszélni. Beszéljünk arról, mi is az a CBD vagy cannabidiol, és mik azok a cannabinoidok.
Szóval a kannabisz növényben 480 különböző hatóanyag található. Ebből egy hasonló szerkezetű csoportot neveznek kannabinoidoknak, ezekből is most már kb. 146 különfélét azonosítottak. Ezek közül a növényben a leggyakoribb a CBD rövidítés viselő kannabidiol. És a THC vagy delta 9 tetrahidrokannabinol, az is csak egyetlen összetevője a növénynek, ez az egy felelős a vetépést okozó pszichoaktív hatásért. Ezeket a molekulákat már igencsak régen azonosították, 1941-ben a CBD-t, a THC-t 1964-ben. És beszéljünk most az endokannabinoid rendszerről, ami az 1990-es évek felfedezése, és az orvostudománynak az egyik legnagyobb felfedezése a 20. század végén. Ezért nagyon sok orvos még nem is ismeri, az orvosi tanulmányokban nem is szerepel ennek a részletes ismertetése. Szóval kiderült, hogy a mi emberi szervezetünk is termel kannabinoidokat, amiket belső, azaz endokannabinoidoknak nevezünk. Ezek a molekulák a hozzájuk tartozó receptorok a sejtfelszínen, aztán az őket felépítő és lebontó enzimek, az őket szállító molekulák, ezek alkotják együttesen az endokannabinoid rendszerünket, amely a szervezet belső egyensúlyáért, az úgynevezett homeosztázisért felelős. És ezek a bennünk látható vagy megtalálható endokannabinoidok szerkezetileg nagyon hasonlóak a kenderben található fito, azaz növényi kannabinoidokhoz. Ezeket az endokannabinoidokat az 1990-es évek elején azonosították, így az egyik az anandamid nevet viseli, ami az öröm, boldogság és a sav szó összetételé, ami első a CB1 receptorokhoz kötődik főként a szervezetben, illetve a másik a 2AG-nak rövidített, a CB1 és CB2 receptorokhoz is kötődik. Kiderült az is, hogy minden egyes gerinces állatnak van endokannabinoid rendszere, és ennek a rendszernek a létezése 600 millió éves. Itt látható dr. Rafael Mecsulam, ő egy biokémikus, aki az egyik legnagyobb kutatója, és ma is dolgozó kutatója ennek a rendszernek. Azt is tudjuk most már, hogy minden szervrendszerünkben létezik egy ilyen endokannabinoid rendszer, ami annak a szervnek a belső egyensúlyáért felelős. Ahogy van légzőrendszerünk, emésztőrendszerünk, aztán kardiovaszkuláris rendszerünk, úgy létezik az emberi szervezetben egy endokannabinoid rendszer is, ami ezeknek az egyensúlyát, mint egy karmester próbálja biztosítani. Így az agyi aktivitásunk, a memóriánk, a hangulatunk szabályozása, a vérnyomásunk, a szívműködésünké, az anyagcserénk, méregtelenítésünk, az alvás, az étvágy, a nemi működések szabályozása és ennek a rendszernek a harmonikus, kiegyensúlyozó működésétől függ. Nézzük tehát a receptorokat. Ugye az információ átvitel a szervezetbe, a sejtek felszínén nagyon sokszor receptorokon keresztül történik, és itt zölden jelöltük ennek az endokannabinoid rendszernek a egyik fő receptorát, a CB1-et, ami főleg a központi idegrendszerben, a gerinc felül mentén és a perifériás idegrendszerben található, míg a CB2 receptorok, amik itt most kék ponttal vannak jelölve, de természetesen minden helyen találhatók, azok elsősorban az immunrendszerünk területén található, de számos más belső szervünkben is. Ez volt az első két receptor, de azóta az orvostudomány már ennyi receptort azonosított, amik ennek a rendszernek az információ átvitelében közrejátszanak. Minden nap jelenik meg szinte új tanulmány a leghíresebb orvosi újságokban az endokannabinoid rendszerről. Ennek a kutatása nagyon széles körű. Azt is tudjuk, hogy a magzati fejlődés kezdetén már elkezdődik ennek az endokannabinoid rendszernek a kialakulása, tehát az emberi szervezet számára a létfontosságú. Sőt, az anyata is nagyon gazdag endokannabinoidokban, ez indítja el például az újszülött számára a szoktatást. És ugye nagyon fontos az ő endokannabinoid pótlására is.
ahogy említettem, nagyon sok CB1 receptor van a központi idegrendszerben, és a CB2 receptorok elsősorban az immunrendszerünk szervei és sejtjei területén találhatók, így a fehérvérsejteken, a lépen, a mandulákon, a nyirokcsomókban. Úgyhogy ez az immunrendszerünk egyensúlyáért felelős. Aztán azt is kimutatták, hogy a bőrünk is tele van CB1 és CB2 receptorokkal, ezért ugye a külvilág felé a védelmet is biztosítja. Már a fiatal gyerekkori mentális és fizikai fejlődés szempontjából is nagyon fontos ennek az endokannabinoid rendszernek a jó működése. És azt kell megjegyezni, hogy ennek a rendszernek a működése a homeosztázis, azaz a belső egyensúlyunk fenntartása a célja, a különböző változó külső és belső hatások ellenére. Azt is tudjuk, hogy az állatokban még több ilyen CB1 és CB2 receptor található, még érzékenyebbek ugye ennek a rendszernek a hiányaira, és még általában kevesebb mennyiségű pótlásra lesz majd szükségük. 2004-ben egy Etán Russo nevű ideggyógyász vetette fel az orvos társadalom számára, hogy beszélnünk kellene klinikai endokannabinoid hiánybetegségekről. Ahol létezik ugye C-vitamin hiányos betegség, vagy D-vitamin hiányos betegség, úgy létezik endokannabinoid hiánybetegség is, mert nem termelődik annyi, mint amennyire szükség volna. Így ő már akkor azt mondta, hogy például a fibromialgia, ami egy nagyon fájdalmas izombetegség, vagy a krónikus migrén, a depresszió, a szorongásos betegségek, vagy az irritábilis bélszindróma, ennek az endokannabinoid hiánynak lehetnek a következményei, és azóta számos betegségről feltételezik, hogy ez a hiány állhat a háttérben. És ahogy említettem, az ember, mi is a összefüggés ugye a kender és az ember között, hogy a bennünk lévő endokannabinoidok hiányát a kenderben található kannabinoidok pótolhatják. Ahogy látszik, a THC nevű molekula az direktben tud kötődni a CB1 receptorokhoz, a CBD ő nem kötődik direktben a szervezetben a receptorokhoz, de azoknak a működését szabályozni tudja. A WHO is foglalkozott a kérdéssel, mert ugye az egész kannabisz növényt elutasították, kábítószernek minősítették, miközben rengeteg nagyon jó egészségügyi hatása van, és ezért kiadtak egy deklarációt, hogy 2017. novemberében, hogy a CBD biztonságos és jól tolerálható az embereknek és az állatoknak is, nincs semmilyen negatív közegészségügyi hatással, és nem kéne eltiltani az emberektől és az állatoktól. Úgyhogy ez is az alapja, hogy szabadon fogyaszthatjuk a CBD-t. És a magyar törvények is kimondják, hogy minden olyan készítmény, amelyiknek a THC tartalma nem haladja meg a 0,2%-ot, az legálisan fogyasztható. Nézzük meg a klinikai kutatások eredményeit a CBD-vel kapcsolatban. Itt egybe függően beszélek az állatkísérletekről, az emberi kutatásokról, úgyhogy haladjunk a különböző szervek mentén. A bőrben például akneellenes hatású, vagy a hajhagymákat tudja regenerálni. Ekcémára, pszoriázisra, bőrdaganatra, viszketésre is jó hatását mutatták ki a CBD-nek. Az érrendszerünkön értágító hatású és vérnyomás csökkentő, illetve élelmeszesedésgátló. A vérnyomás csökkentő hatásra majd figyelni kell, hogyha valakinek ajánlják. Agyvérzés, illetve infarktus után csökkenteni tudja a gyulladásos reakciót, idegsejtvédő hatású, antioxidáns hatása többszöröse a C-vitaminnak, ugye tudjuk, hogy az antioxidáns hatása a károsító szabad gyökök képződése ellen lép, aztán az asztmában csökkenti a gyulladásos immunválaszt, illetve a nyák túltermelést. Az asztmánál figyelni kell arra, hogy a CBD nem nyitja a görgőket, tehát egy akut asztmás rohamba nem fog görgőtárító lenni, erre ő nem képes. Aztán allergiában csökkenti a túlzott immunválaszt a hízó sejteken. Ugye itt is látjuk, hogy szabályozó szerepe van. A túlzott válaszokat próbálja egyensúlyba hozni. Aztán nézzük az idegrendszer.
Ugye tudjuk, hogy rengeteg CB1 receptor van az idegrendszerben, úgyhogy nem véletlen, hogy a CBD itt hogy tud hatni. Szorongásoldó hatású, a PTSD-be is kimutatták a jó hatását, ez a posztraumás stressz szindróma, nyugodtan foglaló helye. Hajdaganatban. Most már több olyan klinikai kutatás folyik, ahol a hagyományos kemoterápia és sugárterápia mellé teszik egy nagyon súlyos hajdaganatba, a bioblasztómába, és azt látják, hogy a túlélés az sokkal hosszabb ezeknél az embereknél. Aztán egy gyerekkori nagyon súlyos hajdaganatán neuroblasztóma, és az állatkísérletek ott is nagyon jó eredményt mutatnak. Vagy a Tourette szindrómában, illetve a tikkelésben is látják jó hatását, és kérem szépen az alkoholos agykárosodásnál is megelőző, vagy visszafordító hatását látják, főleg állatkísérletekben még itt. Ugye a magyar nyelv mit mond, elitta valaki az agyát, úgyhogy erre is esetleg megoldást tud jelenteni a CBD-t. Aztán Alzheimer korban gyulladás csökkentő és antioxidáns hatását lehet kihasználni, és képzeljék el, hogy új idegsejtek is képződnek, amire régen azt gondoltuk, hogy ez nem lehetséges. Ezeket az amiloid plakokat tudja oldani, a memóriazavar tudja javítani Alzheimer korban. Aztán Parkinson korban szintén a memóriazavar oldására alkalmazzák, illetve a remegés csökkentésére. A beszédzavar javulhat tőle, ugye az is az izomműködéssel kapcsolatos. Aztán szklerózis multiplexben a fájdalom, az izmoknak a feszülő összehúzódása, a spaszticitása ellen alkalmazzák, kutyhólyag rendellenességekre, a migrénre ugye látjuk, hogy több ezer éve tudják, hogy jó hatású, aztán traumás agysérülésben az agysérülés következményeinek a javítására, vagy például most már megelőzése is, például baseball játékosoknál már meccs előtt is kapnak CBD-t, hogy a traumás agysérülést megelőzik. Az epilepsziás görcsök oldására, ugye azt is látjuk, hogy több ezer éve leírták már, hogy arra milyen jó hatású. Aztán most az újszülöttkori oxigénhiányos agykárosodásnak a kivédésére, vagy annak a következményeinek a javítására folyik egy spanyol vizsgálatsorozat, ahol intravénással adják a CBD-t, és nagyon jó hatásokat látnak. Tudják, hogy ezek a problémák az egész életre kiterjedő károsodásokat okoznak a gyermekekben. Aztán az autizmusban, hiperaktivitásban látták jó hatását, kb. 80%-ban láttak a klinikai vizsgálatokban javulást ezekbe a betegségekbe. Skizofréniában is alkalmazzák, vagyis látták jó hatását. Aztán az autoimmun gyulladásoknak a csökkentésében, a reumás ízületi betegségekben a fájdalomcsillapító és gyulladás csökkentő hatását használják ki. Lánykorban szintén ugye ezt a két hatást tudjuk alkalmazni. Alagút szindrómában is látták jó hatását, ami ugye a csuklónál egy nagyon fájdalmas elváltozás. Aztán ha a csontritkulást lassítani tudja, segíti, gyorsítja a csont regenerálódást, és a csonttörések is gyorsabban gyógyulnak a hatására. Aztán több nőgyógyászati betegségben, például a menstruációs görcsök kevésbé fájdalmas elviselésében segít. Aztán a sok cisztás petefészek elváltozásban a fájdalmat is, az inzulin rezisztenciát is tudja csökkenteni. Endometriózis az is egy nagyon komoly nőgyógyászati betegség, ott is a gyulladás csökkentő fájdalomcsillapító hatását lehet kihasználni, vagy meggyőségben is kimutatták a termékenység fokozását. Kemoterápia mellett adva annak a hányás, ott a hányás csillapító és étvágynövelő hatását lehet kihasználni, és hogyha együtt adják a kemoterápiás szerrel, akkor annak a vese károsodást okozó hatását ki lehetett védeni, vagy például a szárnyálkahártya gyulladás okozó hatását meg tudták előzni annak a kemoterápiás szernek. Bélben is a gyulladás enyhítésére alkalmazható, a székrekedés is javulni szokott, illetve az irritábilis bélszindrómába, vagy más gyulladásos bélbetegségekbe is látták jó hatását. Cukorbetegségben csökkenti az inzulin rezisztenciát, javítja a vércukrot, és a különböző károsodások ellen tud védni, így a szemen, az idegeken, illetve a szívizomon is védőhatású tud lenni, hogyha már megelőzésre is alkalmazzák. Elhízásban zsírbontó és étvágy csökkentő hatását lehet felhasználni.
a rákos sejteken kimutatták, hogy milyen támadáspontokon, hogyha a CVD általánosságban. Itt látható, hogy négyfajta támadáspontja van. A burjánzás ellenes hatása, aztán a rákos sejtekben az úgynevezett programozott sejthalál, az apoptózis tudja felgyorsítani, ami az egészséges sejtekre nem vonatkozik, aztán vándorlás ellenes hatású, ugye a daganat tovább terjedéséért ez felelős, illetve antimetasztatikus áttételellenes hatású, sőt az új érképződéseket blokkolja, ugye egy daganatot is az erektáplának azok fogják odavinni a tápanyagok, ha nem tudnak új erekképződni a daganat új mondjuk metasztázis közelébe, akkor nem tud tovább táplálkozni a daganat és tovább nőni. És ennek a biokémiai alapját is leírták már. A számos daganatban van egy IDE-1 gén, ami egy IDE-1 protein termel, és ez felelős nagyon sok daganatban a daganat továbbterjedésért, és ez tudja a CBD ennek a termelődését tudja visszaszorítani. Úgyhogy már csinál, van egy legalább 20 fajta daganatot számláló lista, amiben ennek az IDE-1 génnek a visszaszorításával lehet a daganatot megfékezni. Menjünk tovább, a májban sejtregeneráló hatású, antioxidáns hatású és gyulladás csökkentő, így mindenfajta májkárosodásban, legyen az vírusos, alkoholos, vagy autoimmun májkárosodás, vagy az elhízás okozta, például májer zsírosodásban is alkalmazhatjuk. Az anyagcserénél tudjuk, hogy szintén szabályozó szerepe van, a lassú anyagcserét fokozni fogja. Anorexiában az étvágyfokozó, szorongásoldó, depresszió ellenes hatását lehet kihasználni. A vesében szintén a gyulladás csökkentő, hegesedés, kárgó hatását, vagy van egy nagyon fájdalmas húgyfólyag betegség, ahol nem találnak baktériumot, nagyon hosszadalma szokott lenni a kivizsgálás, de olyan mértékű fájdalmai vannak az embereknek a vizelésnél, hogy szinte halálba kergeti őket, és ott is fájdalomcsillapító hatású tud lenni. Aztán az alvásjavító hatását is ismerjük. Az alvásnak a minőségét, a mélyalvás fázisokat tudja javítani. Arra figyelni kell majd az alkalmazás kapcsán, hogy van, aki testére ébreszt, mert ugye energetizál is a CBD, tehát van, aki nem fog tőle jobban aludni, az kapja majd egy kicsit korábban, ezt mindenkinek magának kell kikísérletezni. Jó? Aztán tudjuk azt, hogy a morfin és egyéb nagyon súlyos mellékhatásokkal rendelkező fájdalomcsillapító kiváltására is és helyettesítésére is szolgálhat. Sportban az izomsérülések regenerálására, a teljesítmény fokozására, az izomgörcsök ellen, sőt a sérülések megelőzésére is szolgál, úgyhogy vannak már olyan foci csapatok is, ahol például prevencióba a meccsek előtt adják a CBD-t, hogy ne is érje a sportolókat károsodás. De hát más területeken egyre népszerűbben alkalmazzák, és a CBD nem szerepel a dopinglistán, úgyhogy ilyen szempontból a sportok, versenysportolók is használhatják. Aztán leszoktatni mindenféle függőségről, legyen az dohányzás, legyen az alkohol, legyen az kábítószer. Akár a cannabis, azaz a fű használatról való leszoktatásban is, de a kokain, a heroinról való leszoktatásban is alkalmazzák. Szervátültetésben a kilöködés ellen. Krónikus fáradtságszindrómában, az úgynevezett nagyon súlyos izomfájdalommal járó fibromialgiában is alkalmazzák, és van egy baktériumölő tulajdonsága is a CBD-nek, úgyhogy ezt is ki lehet használni, az úgynevezett MRSA nevű például falu stafilokokkus baktérium ellen is kimutatták a baktériumölő hatását. És a hangulatunkat hogy fokozza a CBD? Azáltal, hogy ezt az örömhormon szintünket tudja növelni, az anandamid szintet, úgy, hogy az őt lebontó enzimet gátolja. Ilyen tulajdonságú még például a futás. A futók eufóriája is ebből származik, hogy növekszik ez az anandamid szintjük, vagy a fekete csoki fogyasztása is ehhez vezet. Aztán aki a fekete szarvasgombát szereti, azt tudni kell, hogy tudat alatt valami kis örömfokozása készül. Aztán a kemferol nevű anyag, ami gyümölcsökbe, zöldségekbe található meg, tehát ezek is tudják az anandamid szintünket emelni.
ez nem egy olyan hangulatfokozás, mint amit a THC csinál, ez egy normális hangulatbeállítás, tehát nem egy ilyen extra eufórikus, betépő hatás. Nagyon népszerű világszerte, ugye a híres színészek is alkalmazzák fájdalomcsillapító, szorongásoldó, gyulladáscsökkentő hatását, és a legutóbbi Oscar gálán a díjátadón mindenkinek a csomagja tele volt CBD készítményekkel, legyen az krém, legyen az olaj, és a nők például, hogyha a vörös szőnyegen egy ilyen nagyon magas sarkú cipőbe kellett végigvonuljanak, ha előtte bekenték a lábukat ilyen krémmel, akkor jobban el tudták viselni ezeket a igencsak szorító cipőket. A magyar médiában is egyre többet foglalkoznak a kannabisszal. Ezt a képet azért hoztam fel, mert most szeptemberben volt a Ridicule nevű műsorban egy olyan beszélgetés, ahol egy magyar nevet viselő, a New York államban élő ideggyógyász beszélt, dr. Leckler László, aki egy nagy cannabis klinikát vezet, és annak a jótékony hatásáról számol be az orvosi felhasználásra. Hogyha az embereket meg akar győzni esetleg arról, hogy ez világszerte milyen szenzáció a CBD-nek és a cannabisnak a felhasználása, akkor egy ilyen műsort is megnézhetnek interneten, megtalálható. Ahogy beszéltünk róla, az állatoknak is van endokannabinoid rendszere, és hasonló felhasználása van az állatoknál is, mint az embernél. Így macskánál csináltam egy kis listát, hogy mikre, ugye, ha kevés az energiája, ha étvágytalan, ha ízületi gyulladása van, szorong, depressziós, cukorbeteg, szívpanaszai vannak, akkor meg lehet próbálni cicánál, vagy a kutyánál is. A mindenféle betegségekben próbálják alkalmazni, és nagyon örülök, hogy pont itt állok egy kutyus mellett, mert az én kutyámnak is volt egy, hát számos daganat volt a bőre alatt, nem is vittem állatorvoshoz, mert akkor már ezt a tudást ismertem. Úgyhogy én neki is CBD olajat adtam, és szépen elmosdott róla a daganatok, és kirobbanó energiának körben, most volt 10 éves. Ezeknél a kis rákcsálóknál is alkalmazható. Én nagyon meglepődtem, mikor néztem az irodalmat, hogy mennyi szorongásos betegsége van az állatoknak is. Úgyhogy a harapóság, bánat, szorongás, stb. Arra alkalmazható a kis rákcsálóknál is, vagy a lovaknál is, például nagyon népszerű Amerikában is a lóversenyek előtt, például a versenylovak felkészítésében. Ők is, mint kiderült, nagyon nehezen viselik a szállítást, nagyon szoronganak a versenyek előtt, úgyhogy erre is jól használható a CBD, és van egy súlyos bőrdaganatuk a lovaknak is, ahol szintén alkalmazzák a CBD jótékony hatását. Azt kell még tudnia a vizsgálatok alapján, hogy a teljes spektrumú CBD olaj, vagy kender olaj, az jobb hatású, mint a CBD izolált készítmények önmagában, mert a sokféle kannabinoid, illetve flavonoidok, terpének, amik szintén benne találhatók a növényben, ezek a szervezetben egymás hatását erősítik. Ezáltal mondjuk egy full spektrumú készítményből jóval kevesebb kell, mint egy izolált készítményből. Hogyha látnak olyan cikkeket, amit azt írják, hogy beadtak 600 mg mondjuk CBD kapszulát, ne ijedjenek meg. Azokban, amik csak izolált CBD-t tartalmaznak, jóval nagyobb mennyiség kell, mint ami úgynevezett full spektrumú, teljes spektrumú, amiben a CBD mellett a többi hatóanyag is szerepel, hiszen azoknak a hatása egymást erősíti. Látjuk, hogy mennyi fajta kannabinoid található a növényben, és ezeknek a szervezetre való jótékony hatásában bizonyos különbségek lehetnek. Látjuk, hogy a CBD is a legszélesebb körül, de a CBD ára vagy az összes többiről nem szabad elfeledkezni, ezek ugye egymás hatását erősítik. Ez Európa térképe, azt látjuk, hogy a pirossal jelöltek azok a területek, ahol még illegális a cannabis használata, de szerte Európában legalább az orvosi felhasználása, vagy bizonyos országokban már a rekreációs, azaz
mert minek mondják, ezt élvezeti felhasználása is megengedett. Az orvosi cannabis az azt jelenti, hogy orvosok felírhatják, eldöntik, hogy azon a betegségre mennyi THC, milyen CBD arányba adják, illetve természetesen olyan helyen termesztik, aminek ahol a cannabis növény összetétele egyértelműen deklarált és megbízható. Már törzskönyvezett gyógyszerek is léteznek ugye a cannabis növényből, a szklerózis multiplexre készült először ilyen készítmény, a Sativex spray, ami CBD és THC egy-egy arányú keveréke, azért nehezen jutnak hozzá Magyarországon az emberek, bár kérvényezhető, de nagyon sokba kerül így is, mert nem támogatja teljesen a TV. Aztán az Epidiolex, ez már tényleg a növényből készült CBD szirup, ami két nagyon súlyos gyermekkori epilepsziára lett törzskönyvezve Amerikába 2018-ban, és most folyik a Európában is a törzskönyvezése. Sajnos 30 ezer dollár körül lesz az éves felhasználása ezeknek a pácienseknek, de akiknek naponta akár 100 mennyiségű rohanatban van, azok azt is nagyon szépen csökken. Szintetikus THC-ből is készült már gyógyszer, ami a kemoterápiában, vagy az éjszbe hányás csillapításra alkalmaznak. Hogy kell bevinni? Milyen felhasználási módjai vannak a CBD-nek és a kannabinoidoknak? Hát itt a itt ülők többsége ezt már ismeri. Az olaj, ugye a szájon át való felhasználása az egyik leggyakoribb, és azt kell mondjam, hogy nyelv alatt érdemes tartani fél-egy percig az olajat, mert a szájnyálka hátjába az ereken keresztül nagyon gyorsan felszívódik, nem kezd lebontódni a gyomorsav által. Ha valaki gyógyszert szed, akkor várjon körülbelül 2 órát a beadásával a CBD-nek. Aki nem bírja az olajat, vagy kellemetlen az íze, nyugodtan kelhető a bőrére is, mert nagyon szépen felszívódik, ahol legvékonyabb a bőr, például a csukló belső oldalán, de kelhető mellkasra és szom belső oldalára is. Aztán vannak ugye külsőleg a krémek, balzsamok, tapaszok, illetve kozmetikumokban is egyre inkább szerepel. Láttuk, hogy mennyi receptorunk van ugye a bőrfelületén, és onnan is felszívódik. Aztán belélegezhető formája is van. A kub formája nem nagyon elterjedt, kevés cég gyárt még ilyet. Ugye a lokálisan az ott lévő betegségek esetén a környezetben esetleg könnyebben felszívódik, vagy ugye rágógumi, gumicukor, a kapszulaforma is létezik, vagy hát különböző ételekbe, italokba is egyre inkább belerakják, és az állatoknál ugye az olajforma és a jutifalat forma, amiről látom, hogy a héten jelent meg a cégnek is a jutifalia, az is alkalmazható. Mit kell tudni a kenderolaj és a kendermagolaj közti különbségről? Mert sokan használnak kendermagolajat, azt mondják, hogy hát ők megvettek 1000-valahány száz forintért kendermagolajat, de az nem feltétlenül az, amiről mi most beszélünk. A kenderolaj vagy hemp oilba, ugye benne vannak ezek a kannabinoidok, terpének, flavonoidok, még a kendermagolaj az a kendermagjából készül. A kenderolaj az meg a virágzatából. A kendermagolajnak is nagyon jó hatásai vannak, ahogy itt felsoroltam, vitaminokat, különböző ásványi anyagokat, omega zsírsavakat tartalmaz nagy mennyiségben, tehát nagyon jó hatású, de ezek a kannabinoidok, amikről most beszéltem, azok ebbe elvileg nem találhatók meg a tiszta a készítmény. Mire kell figyelni, amikor az ember ebből a hatalmas választékból, ami az interneten található, megpróbál CBD készítményt választani? Egyrészt van-e a cégnek labortesztje, és hogy ott felsorolják-e, hogy nehéz fémek, gombák, rovarirtószerek, vagy más szennyeződések találhatók-e a készítményben. Vagy meg kell nézni a készítmény összetételét, hogy izoláltan csak CBD tartalmaz, vagy benne van-e a többi kannabinoid, hogy mennyi mennyiségben tartalmazza, mi a vívőanyag, hogy az kókuszolaj, az kendermagolaj, az olívaolaj, az szőlőmagolaj, mert rengeteg fajta vívőanyag van, és nem mindegy, hiszen a hatása eltérő lehet ezeknek. Aztán, hogy hány gram hatóanyag van benne, nem csak a százalékokon kell ugye lovagolni, hanem hogy mi a valódi összetétele a készítménynek, és hogy miket tartalmaz ugye pluszban. És én azt szeretném zárásul mondani, hogy már megelőzésre is, de bátran alkalmazzuk a CBD, a teljes spektrumú kenderolajat, ami maximum ugye 0,2%-nyi THC-t tartalmaz, és ezt a magunk és az állataink szellemi és fizikai egészségének a megőrzésére is.
Köszönöm a figyelmet. Ha valakinek valami általános kérdése van, akkor most szívesen válaszolok, ha pedig egyéni, speciális kérdése van, itt vagyok a nap folyamán, és nyugodtan fordulhatnak hozzám tanácsért. Nagyon szépen köszönjük. Van-e most valakinek olyan kérdése, amit itt bátran föltennek? Mindenki előtt. Amíg gondolkoztak, addig elmondom, hogy nem tudom, ki vette észre, hogy egyetlen egyszer nézett rám a doktor olyan speciálisan, mikor a hallgató beszélt, hogy valaki visszavesz. Érdekes, a menstruás különcöknél nem nézett. Jó. Van-e kérdés? Nekem lenne egy kérdésem, egy kicsit késtem, hogy elnézést mindenkitől. A gyermekeknek hány éves kortól javasolt, hány százalékos oldat ajánlott, és a beviteli módszer, borzat, az maradhat nyelv alá, vagy inkább a cukorka javasolt, vagy oldjuk el bármiféle gyümölcslépbe, vagy bármilyen dologba. Köszönöm a kérdést. Ez betegség függő, hogy hány éves kortól javasolt. Egy teljesen egészséges gyermeknek egy kiskorban nem kell feltétlenül beavatkozni a saját rendszerébe, de vannak nagyon komoly fejlődésbeli elmaradások, ahol én már őszintén szólva javasoltam újszülöttnek is. Annak a bőrére csepegtették, és onnan szívódott fel. Ez attól függ, meg kell próbálni, hogy ki hajlandó a szájba. Hát nyelv alá nem biztos, hogy egy csecsemőnek lehet helyezni, de hogyha a nyálkahártyát így kihúzzák, be lehet cseppenteni. Meg kell nézni, hogy mennyire fogja ő lenyelni, vagy sem. Ha nem bírja lenyelni, mondom, a bőrére lehet kenni. Higítani is lehet akár pici mennyiségű olajba, de nagyon sokszor a gyerekek elviselik. Az, hogy mennyi mennyiséget, meg milyen százalék, általában azért az ilyen 5%-ossal szoktunk indulni, de hozzám ugye nagyon sokan fordulnak, akár levélbe, akár messengeren, és már szednek valamilyen olajat. Sokszor ugye az epilepsziások, vagy akinek nagyon súlyos pszichés elmaradottsága van, és őket nem szoktam lebeszélni arról, amit már elkezdtek szedni nyilvánvalóan, és akkor ahhoz adaptáljuk, hogy az egyikből ugye az 5%-osból lehet, hogy 2 csepp kell, a 10%-osból csak 1 csepp, mert hát végülis csak a hatóanyag koncentrációjában van a különbség. Nagyon sokszor bírják a szájon át a dagolást, én azt látom, hogy ezzel nem szokott probléma lenni. Azt még nem mondtam az előadásban, hogy ugye étkezéstől kb. 5 percet azért várjunk a beadásával, és azt kimutatták, hogy ha főleg a zsíros ételt fogyaszt az ember, vagy hogyha általában étkezés után veszi be, akkor a CBD hosszabb ideig marad benne a szervezetben. Úgyhogy ez is elősegítheti, hogy feltöltsük a raktárainkat, hogyha mondjuk egy zsírosabb étkezés után alkalmazunk. Cukorba hozzám ilyennel nem nagyon fordult, akkor nem tudják beadni az olajat. Vagy akkor tényleg a bőrére kették, és azzal megoldódott. Lenne egy kérdésem, fiatal felnőtt és epilepsziás. Van erre már tapasztalás, hogy milyen eredmények vannak ebben, ezen a területen? Van, természetesen. Hatékonynak tűnik, hogy néz ki. De most itt ilyen dolgokról nem nagyon beszélhetek, hogy de természetesen, persze, és epilepsziás gyógyszerek mellé is tehető. Van egy táblázat a Magyar Orvosi Cannabis Egyesület honlapján is, hogy melyik gyógyszer mellett annak a vérszintjét, epilepsziás gyógyszer vérszintjét hogy tudja változtatni, de általában azért ezek pici mennyiségek, amiket mi beadunk, úgyhogy azért ezeket nem szokták nagyon megbolygatni. Azért nagyon sok kezelhetetlen epilepszia van, úgyhogy, és azoknak a gyógyszereknek nagyon komoly mellékhatásai. Ugye azt tudni kell, hogy a cannabis azért súlyos mellékhatásokat nem csinál. Úgyhogy a gyógyszerekkel ellentétben, sőt, halálos dózisa is olyan mértékű, hogy azt sose éri el az ember, tehát halálesetet nem írtak le róla, még a THC-ról se, tehát ettől nem kell félni. Köszönöm szépen! Érdeklődni szeretnék, hogy antikoagulás vagy pszichoaktív szerek adása esetén mennyi időt kell várni, vagy mi tapasztalható a gyógyszerkölcsönhatások? Ugye
ugyanígy a két órát be kell tartani. Egyetlen olyan antikoagulásról írták le, a varfarinról, ami mellett lehetett mellékhatás, de ott is egész magas, vagy nagy mennyiségű CBD esetén 150 mg-oknál, amelyet nem szoktunk adni. A másik mi volt az pszichoaktív szerek. Azért, aki mondjuk egy súlyos depresszióban szenved és többfajta pszichoaktív szert szer, de azért ott óvatosnak kell lenni, én úgy gondolom. Mellé lehet rakni szépen, csak akkor legyen a környezetében valaki, aki őt figyeli. Én azt gondolom, hogy jó hatású, ugyan a kis több hát emberen folytatott tanulmány is van, ami mutatja, hogy pszichoaktív, vagy hogy mondja, pszichére ható gyógyszerek mellett, antidepresszánsok mellett is alkalmazták a CBD-t, úgyhogy nyugodtan meg lehet próbálni. Azt kell tudni, még általánosságban elmondom, mert mindig eszembe jut valami, hogy ha az emberek valamilyen betegségre kérik, én a vérnyomásomat szeretném csökkenteni, én a cukromat, el kell mondani nekik, hogy ez a szervezetbe egy egyensúlyt próbál kialakítani, teszi oda benne a dolgát. Nem biztos, hogy az első hetekben azt fogja tapasztalni, hogy az ő vérnyomása, vagy cukra, vagy akármi, vagy a súlya rendeződik. De nem ez a célja ennek a szernek, hogy pont arra úgy hason, hanem ő bent lehet, hogy azt az élelmeszesedést fogja elkezdeni javítani, vagy az idegrendszerét stabilizálni. Egyrészt nem kell feladni a reményt, másrészt a klinikai vizsgálatok is minimum 8 hétig, de inkább 12 hétig, tehát 3 hónapig tartanak, addig nem mondja ki senki a szerről, hogy nála nem hat. Hat az, csak nem arra a tünetre fog hatni, amiért valaki megvette. De a jó hatása a rendszerünknek az egyensúlyba hozására mindenképp segíteni fog. Jó? Mert sokan ugye rögtön 2 hét után ezt mondják, hogy hú, én hisztam tőle, nekem a cukrom nem csökkent, mit csináljak, ez mégsem jött. Még egy kérdésem, antidepresszánsoknál honnan lehet tudni azt, hogy csökkenteti valaki egy gyógyszernek a adagolási mennyiségét? Honnan fogja tudni, honnan lehet tapasztalni azt, hogy neki mennyire jó maga ez a CBD olaj? Be kell valljam, hogy azért én is körülbelül másfél éve ismerkedtem meg gyakorlatban ennek a hatásával, az egyik gyermekemnek kerestem megoldást a depressziójára és a szociális fóbiájára, és illetve a kutya miatt, tehát kettőknek rendeltem meg az első készítményt, és szerintem az a legjobb, hogyha az ember nem jut el oda, hogy először rögtön antidepresszánst írjanak fel, de én láttam több olyan embert, aki elkezdte használni a CBD-t, és egy idő után elfelejtette bevenni a Xanaxát, a Frontinját, mert nem volt rá szüksége. És egyszerűen csak elhagyják. Na most ez egy nagyon súlyos pszichózisba én még mondjuk nem nagyon kezeltem így, személy szerint. Nem azt, hogy kezeltem, de nem adtam még nagyon parancsot így, nagyon súlyos pszichózisok esetén. Elméletileg egy folyamatos csökkentés, illetve cégidóra növelése lehet ezt jelenteni. Igen. De mondom, idő kell hozzá, tehát a 3 hónapot, vagy a fél évet egy hosszú, nagyon sokáig tartó betegségre mindenképp meg kell adni az esélyt, jó? A javulásra. Igen? A rövid távú memória esetén, tehát akkor is ez a 3 hónap az irányadó? Én találkoztam olyan Alzheimer-es hölgyel, egyik kollégának az anyukája, akinek pár hét alatt nagyon szép javulás volt a memóriájában, úgyhogy ez mindenki más, mindenkinek a betegségének a lefolyása más. Erre nem lehet mit mondani, az adagolásra sem lehet mit mondani, mert van, akinek a kétsepp is nagyon jól használ, van, akinek kell a kétsepp, tehát én nem fogok jóslásba bocsátkozni. Azt, hogy melyik olajból az a kétsepp meg kétsepp, azt egyszerű alapulom, hogy méri fel, amikor szeretnél. Hát majd tanácsadással. Azért itt sokan ülnek olyanok, akik ehhez már értenek, és akkor azokhoz kell fordulni, akik ebbe jártosak. Ja? A betegség súlyosságától is függ meg az időtől, hát azért egy rákos betegnél nem biztos, hogy 5%-ossal lehet kezdeni, mert nincs annyi idő nyilván. Később ezekről lesz szó a nap folyamán. Én általánosságban szerettem volna a növénygyöldésemnek.